Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a mai kezdőkörben, és köszöntöm mai stúdió vendégünket, Boér Gábort, a Békéscsaba 1912 előre labdarúgó csapatának vezető edzőjét. Hát véget ért ez a bajnokság is, ez az idény is. Ötödik helyen végzett a csapat. Gondolom, hogy én úgy emlékszem legalábbis, hogy a vezetőség elvárása egy kicsit följebb lett volna, vagy följebb tette a vezetőség az elvárást. Mennyire vagytok így utólag elégedettek ezzel az ötödik helyen? Sok szeretettel köszöntök én is minden kedves tévénézőt. Nyilván nem vagyunk elégedettek teljes mértékben, hiszen, ahogy fogalmaztátok is, sokkal feljebb szerettünk volna végezni a tabellán. Nyilván ez azért sokkal több és sokkal részletesebb elemzést igényel, hogy miért nem sikerült elérni a célunkat. Ahhoz képest viszont, ahol tartottunk a bajnokság közepén, illetve már azt mondom, inkább a kétharmadához közeledve, ahhoz képest azért előreléptünk, és sikerült legalább az élmezőnybe végeznünk, és azért voltak még olyan periódusok is, amikor lett volna esély esetleg újra megcélozni a feljutást, és közelbe kerültünk, lőtávon belül kerültünk. Sajnos ez nem sikerült, remélem, hogy ezen tudunk javítani a következő évben. Most így visszagondolva azért a múltra, és az egész évet most már könnyebb ugye áttekinteni így utólag, és könnyebb talán boncolgatni is, hogy azzal a játékos állománnyal, amivel nekifuthattunk ennek az idénynek, azzal esetleg elérhető lett volna ez, mondjuk, hogyha egy másabb szakmai munka kerül már az elején végkezvitelre? Hát én úgy gondolom, hogy maga a játékos állománnyal nem voltak olyan alapvető problémáink. Nyilván azért lehetett volna javítani ezen, de ez mindig ugye akkor derül ki, amikor már a bajnokság fut. Viszont azzal lehet, hogy voltak esetleg problémák a játékosok terén, hogy nem biztos, hogy ugyanazon a poszton megfelelő szintű minőséget tudtunk képviselni akkor már, amikor esetleg cserélni kellett. És ezek a játékosok lehet, hogy nem voltak kellőképpen tűzben tartva, és nem voltak kellőképpen úgymond rotálva a kezdőcsapatnak a játékosai. És nagyon sok mérkőzésen hasonló összeállításban léptünk pályára. És a hosszú idény azért elég sokat kivett a játékosokból, nem feltétlenül gondolom ezt fizikálisan, hanem inkább szellemileg, hiszen azért ezt tudni kell mindenkinek, hogy ilyen hosszú és ilyen magas létszámú bajnokság az elmúlt időszakban nagyon kevésszer volt, illetve én nem is emlékszem, hogy ilyen magas létszáma lett volna NB2-es bajnokság. Nyilván ezekből a dolgokból is tanulnunk kell, és egy picit át kell alakítani a játékos keretet, és egy picit talán a csapatnak is a felépítését, illetve magának a munkának a felépítését is. Ugye Zorán Spisiak vezetőedző volt előtted, ugye a csapatedzője, és utána a helyére kerültél, de vele dolgoztál, ugye benne volt a stábban, tehát megint csak ugye visszagondolva, mi volt az, ami miatt szerinted úgy egy kicsit elment ez a szakmai dolog? Hát igazából ugye én már ezt többször is elmondtam, hogy egy picit hosszúra nyúlt az előző évi szabadság a játékosok számára, hiszen az NB1-es bajnokság ugye nagyon korán befejeződött a tavalyi Európa-bajnokság miatt, és ott egy 6-7-es pihenőt kaptak a játékosok. Én úgy gondolom, hogy az egy nagyon hosszú és talán egy felesleges ilyen hosszú pihenő volt az ő számukra, hiszen nagyon nehéz ilyenkor visszajönni a napi munkában, nagyon nehéz ráállítani újra a szervezetet arra, hogy igenis dolgozni kell. Ezt azért semmilyen házi feladat nem tudja helyettesíteni, illetve pótolni. Emellett, amikor már kialakult a végleges keret az idei bajnokságra a nyár folyamán, a tavalyi nyár folyamán, akkor szintén nagyon kevés idő állt rendelkezésre annak a keretnek arra, hogy együtt dolgozzon és együtt kialakítsa a stílusát, illetve hogy együtt elkezdjék a munkát. Talán ezt is én egy picit úgy gondolom, hogy visszavezethető arra, hogy nem úgy szerepeltünk, illetve hogy nagyon rosszul kezdtük a bajnokságot. Ugye ott a bajnokság elején 5 meccsben mindössze 1 pontot tudtunk szerezni, és már akkor óriási volt a lemaradásunk az élmezőnyhöz képest. Ezt a későbbiekben le tudtuk dolgozni, viszont nyilván várható volt az, hogy mi se fogjuk megnyerni az összes mérkőzést, és azok a botlások, amik egyébként tervezhetőek voltak, vagy egyébként beleférhetnek egy-egy bajnokságba, azok emiatt a rossz kezdés miatt nem nagyon tudtak már beleférni, és ugye szintén nagyon rosszul kezdtük a tavaszi szezont is, ott is hasonlóképpen csak 1 pontot tudtunk szerezni, bár ott csak 4 mérkőzésből, nem 5-ből. És nyilván ez megint egy olyan hátrányt eredményezett, amit szintén nem tudtunk már ledolgozni a végéig. Viszont azért beszéljünk a pozitívumokról is, hiszen abból is volt azért bőven ebben az évben, tehát vegyes az érzésünk, valljuk meg. Amikor átvetted a csapat irányítását, viszont akkor tulajdonképpen felfele ívelt a csapatnak a tendenciája azonnal. Mit lehet ennyi idő alatt csinálni?
Sokszor elmondtam, hogy csodák nincsenek, tehát mi sem tudtunk csodákat véghez vinni. Egy picit talán az jót tett a csapatnak, hogy egy új impulzus kaptak. Talán mondhatni azt, hogy az Oránnal a kapcsolat egy picit elfáradt, és valamilyen változásnak be kellett következnie. Ilyenkor mindig az idő dönti el azt, hogy mi a jó megoldás, az, hogy az edző áll fel a padról, az edző keres esetleg olyan dolgokat, amiben tud változtatni, vagy egy-egy játékosnak kell, mint vezéráldozatnak távozni a csapattól. Az mi esetünkben jól sikerült ez a váltás, ugye ott tudtunk azért olyan sorozatot produkálni, ami azt gondolom, hogy bármilyen bajnokságban megsüvegelendő, és szerencsére nekünk is ott kijött a lépés. Nyilván azért minden edzőnek más a stílusa, más a filozófiája, így nekem is más dolgokat kellett ráerőltetnem a csapatra, és abban az időszakban ez akkor nagyon jól sült el. Én nagyon bízom benne, hogy ezek a hullámvölgyek, illetve a hullámhegyek, ezek eltűnnek az életünkből, és inkább egy kiegyensúlyozott teljesítmény lesz ránk jellemző a következő szezonban. Következő szezon, akkor érintsünk egy pár szóval ezt a szezont is. Nyilván kíváncsiak a szurkolók arra, hogy célkitűzésben mi lehet az a reális cél jövőre, akár mondjuk ugye a magasabb osztály, nehogy Isten, meg lehet-e ezt célozni? Én, mint vezetőedző, nem is mondhatok mást, csak azt, hogy meg kell céloznunk, és én mindig így gondolkoztam játékos pályafutásom alatt is, hogy minden adott mérkőzést, minden adott bajnokságot minél jobban kell teljesíteni, meg kell nyerni, úgyhogy ez most sem változott meg bennem. Nyilván azért egy összetettebb kérdés ez, és fontos az, hogy reálisan lássuk a dolgokat. Én azt gondolom, hogy arra mindenképpen megvan a reális esélyünk, hogy az élmezőnybe végezzünk. Az, hogy ez milyen helyezést fog érni a végén, illetve milyen helyezést tudunk elérni majd a bajnokság végére, ez nagyon sok mindentől függ. És nyilván itt most nem akarok kibújni a kérdés alól, de azért egy ilyen hosszú bajnokság során nagyon sok olyan tényező befolyásolhatja az évvégi helyezésünket, amire most még nem is látunk rá, illetve nem is tudjuk még elképzelni se, hogy milyen buktatók, illetve milyen akadályok árulnak majd, vagy kerülnek majd elénk. De azon fogunk dolgozni a nyár folyamán, és a vezetők is azon dolgoznak most már a játékos keret kialakításánál is, hogy egy olyan erős és egy olyan stabil csapatot tudjunk felépíteni, illetve összerakni, akinek igenis lesz esélye arra, hogy feljusson, aki ott lesz végig harcban azért, hogy a dobogó bármelyik fokára fel tudjon állni, és nagyon bízom abban, hogy a szerencse mellett a mi munkánk is hatékonyan és eredményesen meg fog jelenni a csapaton, és akkor úgy gondolom, hogy tényleg egy sikeres időszak állhat előttünk. Ezzel kapcsolatos kérdésem, van valami játékrendszer, amit majd látni fogunk, egy új játékrendszer esetleg a csapaton, a te kezed munkája alatt, vagy ezt így azért nem lehet lerögzíteni? Igen, terve van ez véve. Nyilván ez függ attól, én mindig azt mondtam, hogy úgy kell kialakítani egy játékrendszert, illetve egy csapatnak a játékát, hogy meg kell nézni, hogy milyen játékosok alkotják a keretet. Azért most ebbe tudunk egy picit is változtatni, és tudtunk úgy, legalábbis próbálunk úgy erősíteni, hogy igenis azokra a posztokra próbáljunk embert, illetve játékot szerezni, akik vagy amelyek segíthetik ezt az új játékrendszert. Szeretnék igen váltani ezen a területen, szeretnénk azt, hogyha egy támadóbb szellemű csapatot tudnánk kialakítani, és egy olyan játékrendszert tudnánk megvalósítani, amely mind hazai pályán, mind az idegenbeli mérkőzéseken olyan játékot hozhat magával, amellyel rá tudjuk erőltetni mi a saját elképzelésünket az ellenfélre, és nem pedig arról fognak esetleg szólni a mérkőzések, hogy egy stabil védekezésből indulva próbáljunk mi esetleg kontrákat felépíteni, és egy picit alkalmazkodni az ellenfél játékához. Tudom azt, hogy ez egy nagyon hosszú és egy nehéz folyamat lesz, de én nagyon bízom a játékosaimban, nagyon bízom a szakmai stábban, és bízom abban is, hogy ez a felkészülési időszak, ez elég lesz arra, hogy ezt elsajátítsuk, és tényleg úgy tudjuk elkezdeni a bajnokságot, hogy ennek minden oldalát már megismertük, és tudjuk játszani ezt tétmérkőzésen is. Ami már mint a felkészülési időszak, ami most időben indul, ha jól tudom, mert hogy nem sok ideje van a játékosoknak a szabadságok eltöltésére. Mikor indultok, és mikor várható végleges játékos keret? Igen, nagyon kevés pihenő maradt a játékosok számára, hiszen ugye az utolsó bajnoki az nemrég volt, és az utolsó edzések is az elmúlt hét elején voltak meg. És a következő szezonra a felkészülést június 19-én fogjuk megkezdeni hétfőn.
Nyilván ez azért egy picit csalóka, hogy hosszú, rövid a pihenőidőszak. Egy átlag embernek talán még ennyi pihenő sem jut egy évben, hogy ezt ki tudja pihenni a munka által keletkezett fáradalmakat. De azt tudni kell azért, hogy ezek a játékosok, és nem felmentve vagy bármilyen kifogásokat keresve, de azért minden mérkőzést vasárnap játszottunk, így a hétvégéjük azért eltűnt az életükből, és ugye azért itt családos emberekről is beszélünk, akiknek a kisgyerekével, vagy akár a családtagokkal nyilván szeretné időt eltölteni, és erre nem nagyon volt lehetőség. Ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen kell nekik is az, hogy feltöltődjenek itt a nyár folyamán, és egy picit kipihenjék ezt a hosszú szezont, és legfőképp azért, hogy tudjanak olyan szinten rákészülni, illetve rápihenni a felkészülési időszakra, amit ígérhetek, hogy nem lesz egy nagyon könnyű, sőt mondhatni, egy nagyon nehéz és nagyon hosszú felkészülés áll előttünk. De bízom abban is, hogy ezek a játékosok átérzik most a helyzetnek a fontosságát, illetve a komolyságát, és a kellő motiváltsággal, a kellő akarattal fogják belevetni magukat a munkába. És nagyon remélem azt, hogy ennek a hosszú felkészülésnek meg lesz az eredménye, és tényleg úgy tudunk majd belevágni a bajnokságba, hogy minden munkát el tudunk majd végezni, minden olyan betervezett dolgot, illetve minden olyan edzést véghez tudunk vinni, és a felkészülési mérkőzések során, amiből szintén sok vár ránk a nyári időszakban, szintén egy olyan dolgokat tudunk majd kimenteni, illetve átmenteni a bajnokságra, amelyre előre véheti ezt a nehéz szekeret, amit tolnunk kell majd. Mi is ebben bízunk, köszönöm, hogy befáradtál a stúdiumba, és további jó munkát kívánok. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézők, még mindig labdarúgás. Pénteken rendezték meg a Békés megye kupa döntőjét. A két résztvevő csapat, a Kondoros és a Szabadki Jós együttese volt. Most nézzük meg a találkozó összefoglalóját. Véget ér a 2016-2017-es Békés megyei kupa sorozat. A finálé két résztvevője ebben a szezonban a Kondoros és a Szabadki Jós együttese. Itt a Kórház utcai stadionban vívnak meg a csapatok a kupa győzelemért. Sárga mezben, fekete nadrágban látjuk majd a Kondorosi együttest is, fehér mezben lép pályára a Szabadkígyósi gárda. Pozsár Gábor, a kígyósiak játékos edzője, teheti majd középre, számára természetesen nem ismeretlen a Kórház utcai stadion, hiszen az előrében nagyon sok mérkőzésen pályára lépett itt. Egy lefejelt labda, lehet egy lövés és egy óriási bomba, és ez az első igazi nagy helyzet. Sőt, az helyzet is lehet. Hosszú! Hello! Piti. Hosszú oldalon. Ketten is. És eljut a hosszadalra, és kimarad az ittszer. Ferenci. Így azonban labdaszerzés. És lehet még lövőhelyzet. Kajtár. A lecsorgó labdát fölé lövi. De ez is megpattant. 24. percben újabb veszélyes szituáció Kajtár lövése után. 32. perc, tehát Pozsár. Jól teszik középre, és egy óriási helyzet maradt ki a 32. percben. Menjél vele! Pozsár a rövid sarok felé, szólik óriási védés. Úgyhogy kapustól kapusig megy a játékszer, szólik. Ő söpröget most védőszerepbe ment át, és ez az első fél idő utolsó akciója. Gól nélkül ér véget az első fél idő. 57. perc, Pozsár. És ott a helyzet, óriási védés Magonytól. Piti hagyja ki a helyzetet. Vagy akkor dicsérjük inkább a kapust. Jól vetődött bele ebbe a lövésbe. Kardos. Cseke kéri a bal oldalon. Na most hát, ha megperzsül a találkozó. Cseke. Befelé cselezett. Ott lehet még a helyzet. Az mekkora csel, és ott a gól. Piti László csak megszerzi azt a gólt. Óriási csel volt. Az 58. percben érett már az a Szabadkígyósi gól, és egy óriási csellel csapta be a védőjét, és higgadtan helyezett a jobb alsóba. Most már Magony sem védhetett. 1-0 a Szabadkígyós javára a kupadöntőben. Készítette le a labdát gyorsan Pozsárnak. Cseke, meglógott Cseke zicserben, Cseke, és fölé rúgja. Ez volt, lát a meccslabda. A 83. percben óriási zicsert hibázott Cseke. Átnézze túloldalra, de jön Franco mellette, középen. Milek is, Milek, neki hosszú, Cseke elfekteti a kapust, visszateszi Milek Bence. Ezt most elszórakozta a Szabadkígyós. Milek Bence,
begyűjtheti lecsorgót, meg is teszi. Milek Bence, szép csáj, Milek, jó lövés, és Magony kitolja, ez már a hosszabbítás első akciója volt. Gyorsan elvégzik a Gondorosi, a Kajtát teszi középre. Lakatos, na lesz a levétel, igen, Péli visszaemeli, Laksater nem tudja kapura tenni, Borgulya. És ott a fejes, és ott a gól. Megvan az egyenlítés, Rafaj fejeli be. A 93. 94. percben megvan az egyenlítés, és megmenti a kupadöntőt ezzel a Kondoros. 11-esek jönnek majd. Kajtár az első lövő, Farkas Zsolt vele szemben. Kajtár tehát, Kajtár begurítja, nagyon higgadtan. Cseke, aki eldönthette volna a kupasorsát, míg a rendes játékidőben. Cseke, ő is belövi, a kapufa mellé teszi, 1-1. Borgulya, a következő Kondorosi rugó. Nagyot hajtott a meccsen, nézzük. Ő is magabiztos. A Kondorosiak vezetnek, és most megint a fehérmezeseknek kell válaszolni. Nézzük tehát. Telek. A kapus helyére rúgja. 2-2. Laksteter duplázhat, hiszen tavaly ő győztes csapattagja volt. Laksteter tehát. És nagyon gyegén rúgja. Farkas megfogja. No, lássuk. Hajrá Bence, őt is bíztatják a lelátóról. Milek tehát, és Magony kiüti! Hiba a harmadik körben. Rafaj nem is rontja el. Hát ő aztán mindent megtett. Kiegyenlített a hosszabbításból, és aztán bevágja a maga büntetőjét. Farkas Ferenc érkezik, ha jól látom. Igen, ő az. Ő a negyedik szabadkígyósi rugó tehát. És nem tud a kapus hárítani. Péli, és a felső részre rúgja. Micsoda hiba. Az ötödik körben elrontja. Pozsár tehát. Pozsár, és berúgja. Büntetőkkel. Kupa győztes a szabadkígyós, közel volt már a rendes játéki időben is a fehérmezes szabadkígyós a győzelemhez. Hittük azt, hogy meg tudjuk csinálni, mert előző fordulóban is 11-esekkel nyertünk, igaz, akkor mi egyenlítettünk, de most is csak arra koncentráltunk idősebb játékosok, hogy aki lehorgasztott fejjel volt, hogy felhozzuk, mert tudtuk, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és nem szekheti kedvünket az, hogy a végén egyenlített a Kondoros. A férfi vízilabda OB1B idei rájátszásának utolsó találkozóján dőlt el az első hely sorsa. A Csirkefogók szombathelyi összecsapás győztese ugyanis a bajnok és a feljutó lett, igaz a vendégeknek már az egy pont is elég lett volna az üdvösséghez. De ugye 3 pont van a két csapat között a tabellán, úgyhogy egy esetleges csabai győzelemmel pont azonossága alakulna ki a tabellán, és a csabaiak ünnepelhetnének bajnoki címet. Meg is telt az Árpád-fürdő lelátója. Major Levente teszi ki a szélre, és az jó lehet. Vissza lehet tenni akár lövésre. Igen, Major lövőhelyzetben is bepattintja. Ott van a vezető gól. 2,5 perc elteltével Major Levente, tehát a gólszerző vezet. A csabai Csirkefogó gárdája. Ha nézzük az első emberelényt, a szombathelyiek hogyan járatják a labdát, ez a nagy kérdés. És Szentesi Máté ugyan belegyúl, de megvan a szombathelyiek egyenlítő találata. 1-1. Másfél perc a nyitó játékrészből. 1-1-es állás. És egy távolülés és egy nagyszerű gól. Bravúros találat. Németh Dániel góljával megint a csavaiak vezetnek. 2-1. Nem, egy lövés van, és húzásra tette be. Zsilák volt az, nem Ajtai, úgyhogy ez a vége az első negyednek. 2-1-es Békés Csaba vezetés a bajnoki döntőn. A kiállított negyedik szabadhelyi emberelőny, Szentesi és a kapufa jó barátságot kötött. Marad a labda a vendégeknél.
és becsúszik Szentesi keze alatt valahogy, úgyhogy kiegyenlít a Szombathely 2-2. Lehet menni. És lehet egy lövés. Horvát védi. És ez lesz valószínűleg az első fél idő vége. Szentesi ezt könnyedén fogja. Még bepattintja időn túl. 2-2 az első fél idő után. Ez a kettős járatja a labdát kint. És egy óriási gólt szerez Ekler. 2-3. Vezettek a Szombathelyek először a mérkőzésen. Ajtai. És ott a villalás, Ajtai Miklós, a csapatkapitány. 3-3, ez kell. Nem tudták lefaltolni, és egy nagyszerű lövés, egy visszahúzott lövés oda az alsó sarokba. Nem kosárlabda ez, hogy minden egyes érintést le kell fújni. Egy óriási balkezes lövés! 4-3, Szabó Zoltán találatával 4-3-ra vezet a Békés Csaba. Gyorsan elhalt a csabai akció, és most egy kicsit megúsztak a vendégek. Bajban lehet a házigazda. Egy bejátszott labda, és bent van. 4-4. 4-3-ra vezetett a csabai együttes, most azonban örülhetünk a 4-4-nek, én azt mondom. Mert a Szombathelyeknek volt labdája a vezetéshez, marad a döntetlen, izgalmas utolsó negyed következik majd. Nem tudom most megerősíteni, de nézzük inkább a Szombathelyi ember előnyt, mert ez a nagyobbik gond. Mert visszaszerzi a vezetést a Szombathely. Kuruc Barnabás húzta be a labdát. Itt maradt nagyon egyedül az egyik Szombathelyi játékos is. Nagyon nagy baj van most. Szentesi Máté feje fölé, behúzta Kutasi, 6-4-re vezett a Szombathely. Úgyhogy megint behetnek kéksapkás vendégek. És ezért megjár a kiállítás. Sőt, 5 méteres lesz. Ekler Bendegúz kezén. Hát ha ezt belövi, akkor nagyon közel kerül a győzelemhez a Szombathely, és bepattintja a bal alsóba, Ekler találatával 7-4. Horváth lehúzta a rolót ezen a mérkőzésen, és ez is hozzájárult a majdnoki sikerhez, és Matajsz Márk a medencében. Hát ezt a képet máshogy képzeltük el a mérkőzés elején. Kádár Józsefet is szívesen bedobták volna a csabai játékosok, de ezen a mérkőzésen úgy gondolom egy hajszányival jobban jött ki ez a Szombathely erre a mérkőzésre, és összességében megérdemelt győzelmet arattak. A csabaiakat pedig mindenképpen dicséret illeti, azért nem lehet azt mondani, hogy nem tettek meg mindent a csabaiak ezen a mérkőzésen. Hát, hogy mi hiányzott, az, hogy kevesebb gólt lőttünk, mint az ellenfél, ez a legdöntőbb. Ugye hát egy zónavédekezést játszott a Szombathely, és azt kellett volna Isten igazából föltörni, ezt nem nagyon ment nekünk. Kicsit pontatlanok voltunk a passzokba, a befejezésekbe, akkor lőttünk, amikor nem kellett volna, amikor lőhettünk volna, akkor nem lőttük el a labdát. Tehát sok összetevője, sok apróságból áll össze. Én nem vagyok csalódott egyáltalán. Először is azért, mert ez az év, amit itt ez a csapat teljesített, ez, én azt hiszem, hogy nagyon jó volt, és talán erőn felül is volt. Tehát az, hogy egy bajnokságot megnyerjen valaki, ahhoz sokkal több kell. Amit mi tettünk ezért, sokat tettek, nagyon szerettek volna jó eredményt elérni, de ez kevés. Ahhoz, hogy bajnokságot nyerjen, az sokkal összetettebb, komolyabb munka kellene Isten igazából, komolyabb munka. Ezek lényegében a tanulás és a munka mellett, munka mellett sportolnak, szívességből jöttek ide játszani, tehát azt hiszem, hogy 100%-osan elégedettek lehetünk. Az ország 6 legjobb lány és fiú csapata érkezett Békés Csabára múlt hétvégén, ugyanis Békés Csaba adott otthont a röplabda országos gyermekbajnokság döntőjének. A Szent István Egyetem tornacsarnokában rendezett megmérettetésen a hazai csapat ezüstéremmel zárt.
Gyakran a felnőtt csapat technikájára emlékeztettek azok a megmozdulások, akciók és reakciók, amelyek a gyermekcsapatok között zajlottak a bajnokságon. A versenyen az ország legjobbjai mérték összetudásukat. Évelején elkezdődött egy ennek a korosztálynak a versenyei, először selejtezőkkel, majd később elődöntő, és utána az elődöntőkből a 6 legjobb lány, illetve fiú csapat érkezett ide a döntőbe. 6 fordulón keresztül küzdöttek meg a gyerekek, hogy ide eljuthassanak ebbe a Békés Csabai döntőbe. Az elmúlt 8-10 évben szinte már hagyomány, hogy a miniknél, az ifiknél, a junioroknál és a gyermekcsapatoknál sincs országos röplabda döntő Békés Csaba nélkül. Egyrészt ez azt tükrözi, hogy minőségi utánpótlásnevelő munka folyik a csabai műhelyben, hiszen minden korosztályban országos döntőbe szoktunk jutni, és ott általában éremmel érkeznek haza csapataink. Valamint örömmel és büszkén mondhatom, hogy az elmúlt 6-8 évben minden évben rendeztünk itt Békés Csabán országos döntőt, és ezeknek az országos döntőknek híre ment országos szinten, hogy mindig jó hangulatú, magas minőségű és egy nagyon jó versenyeket szokott rendezni. A BRS-e nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megfelelő szakmai színvonalon képezzék a gyerekeket. A felnőtt csapatban több olyan játékos is van, aki a csabai utánpótlásból indult. Ez a 2002-es-3-as korosztály, gyakorlatilag itt ebben a csapatban ugye 5, illetve 6 válogatott keret a kislány található. Egy nagyon homogén, jó társaság, ők nagyon elsően áll az életükben a tanulás mellett a röplabda, meg is látszik, eredményesek, sikeresek, úgyhogy én azt gondolom, hogy innen ebből a korosztályból, mi ebből a 13-14 kislányból körülbelül egy olyan 4-5 játékos biztos, hogy az elkövetkezendő években a felnőtt keretünkben fogunk tudni köszönteni, természetesen, hogyha nem szól közben bármilyen hátráltató tényező. Az idei gyermekbajnokságon a lányok mezőnyében a BRS-e ezüstérmet szerzett, miután a fináléban a Székesfehérvár 3-0-ra diadalmaskodott Nagy Attila együttese ellen. A fiúk között a Sümeg végzett az első helyen a szolnoki csapatot megelőzve. A hétfői eredményhirdetésen a legjobbakat a Magyar Női Válogatott Szövetségi Kapitánya és a BRS-e felnőtt csapatának új edzője Alberto Salomoni is köszöntötte. Egy éves kényszerszünet után versenyzett újra a szarvasi Podani Milán. A motoros első felnőtt Európa kupáján a 10. helyen végzett. A fiatalember nem először versenyzett kunmadarason, most azonban a legrutinosabb ellenfelek között kellett megmutatni a tudását. Igazából teljesen más volt, mert úgymond újra fel kell mászni azon a bizonyos ranglétrán, hiszen junior kategóriás versenyim során már a dobogó tetején végeztem elég sokszor szerencsére, viszont itt újra lentről kell kezdeni, és újra mászni kell a létrán. Az első nap a kvalifikáció jegyében telt, amely 4 kötelező elemből és egy szabadon választott gyakorlatból állt. A kvalifikáció meglepően jól sikerült, hiszen egy korábbi világbajnokkal 3. helyen holt versenyben voltam, első nagymotoros versenyemen, ennek nagyon örültünk. A második nap viszont visszacsúsztam a 10. helyre, ezt elizgultam, hogy nem is tudom, minek köszönhető volt ez, de én úgy gondolom, hogy egy Európa-bajnokságon még ez a 10. hely sem annyira rossz. A mezőny legfiatalabb sportolójaként kreatív ötleteivel bizonyította, hogy ott a helye a legjobbak között, az Európa-kupával pedig hasznos tapasztalatokat is szerzett. A korábbi világbajnokunk egy kicsit más stílusba motorozik, mint én, így tőle van egy trükk, amit ellestem, ami még nem publikus, de mivel más stílusban motorozunk, így nehéz ötletet meríteni, mert a magyar versenyzők általában azt a magyar stílust képviselik, én meg próbálok a külföldi stílus irányba elmenni, mert a jövő belőre nézve egyelőre úgy néz ki, hogy az lesz a mérvadó. A szarvasi versenyző 2 új trükkel is készül, aki 1 hónap múlva a magyar bajnokság következő fordulóján ül motorra legközelebb. Összesen 48 csapat, mintegy 800 tanuló érkezett Békés megyébe, hogy 4 sportágban, kézi, kosár és röplabdában, illetve labdarúgásban mérjék össze tudásukat a diák olimpiai döntőn. A Békés megyei Diáksport Egyesület szervezésében rendhagyó módon 3 városban, Békéscsabán, Gyulán és Mezőberényben bonyolították le az 5. és 6. osztályos tanulók országos fináléját. A diák olimpia ezennel kezdetét
Zenés kavalkáddal indult a verseny, a Mezőberényi Mazsorettek és a Körösparti Vasutas koncertfúvós zenekar felvezetésével vonultak a fiatal sportolók a megnyitóra. A Szent István téren a három rendezőváros vezetője, Nagy Ferenc, Békés Csaba alpolgármestere, Kónya István, Gyula alpolgármestere és Siklósi István, Mezőberény polgármestere köszöntötte a döntőbe jutott sportolókat. Rádics Balázs, a Magyar Diák Sport Szövetség ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy 16 ezer diák közül a versenyeken legeredményesebb 800 tanuló érkezett ide. Az összevont labdajátékok, diákolimpiai döntők mindig különlegesek, mindig nagyon értékes események, hogy sok gyerek jön össze több sportágból, és egy egész város szokott mögötte állni. Itt Békés megyében járt, a különlegességét az adja, hogy itt három város összefogásával rendeződik meg ez az országos döntő. Több mint 800 diák vesz részt, hogyha a felkészítő tanárokat is nézem, körülbelül 1000 vendége van ennek a három városnak a következő napokban. Ezután két ifjú sportoló vezetésével a gyerekek olimpiai esküt is tettek. A városok vezetője és a Diák Sport Szövetség ügyvezetője ezt követően fellobbantotta az olimpiai lángot, így pénteken elkezdődhetett a verseny. Békés Csabán két sportágban küzdöttek a fiatalok, a kézilabdások a Kazinci Ferenc általános iskola termében és a városi sportcsarnokban küzdenek. A 8 legjobb lánycsapat között a megye székhelyet a Lencsési általános iskola képviseli. A lilamezes csabaiak ugyan a balmazújvárosiaktól vereséget szenvedtek, de a mezőny első felét célozták meg. Nagyon jó érzés itt játszani. Edzésünk nem szokott nagyon itt lenni, nagyon ritkán. És szeretnénk, hogy legalább az első négybe benne legyünk. Az ország 8 legjobb lány és fiú röplabda csapata a Szent István Egyetem tornacsarnokában mérkőzik meg egymással. A Diákolimpia az izgalmas mérkőzések mellett emlékezetes élményekkel is megajándékozza a fiatalokat. Mi nem a célokra megyünk, hanem minél jobban érezzük magunkat. Nekünk annyira nem számít a győzelem, de örülnénk, ha egy jó helyezést elérnénk, de legfontosabb a békesség és talán a barátság. A labdarúgók Gyulán, míg a kosarasok Mezőberényben csaptak össze, a verseny végső helyezései vasárnap dőltek el. A Békés megyeiek közül a lányoknál a Petőfi utcai általános iskola röplabdásai szerepeltek a legjobban, akik a második helyen végeztek, míg a fiúknál a Gyulai Római Katolikus általános iskola labdarúgói a 24 csapatos mezőnyből az 5. pozíciót csípték el. Ennyi fért vele mai sportmagazinunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!